Sziasztok, ez egy nagyon gyors bejelentkezés. Zombi vagyok, egy órája keltem, most van 4:45, és megyünk a Csecse családdal Los Angelesben, nemrég pakoltam össze a maradék cuccomat, imme a szettem. Gyönyörű, induljunk, mert a többiek most érnek ide. Sziasztok! Sziasztok! Hol vagy? Látszott? Akkor mindegy, akkor anya látszik. Hát akkor anya, köszönj, elmondanám, hogy mi történik. Sziasztok! Hú, nagyon korán keltünk, mert megyünk Los Angelesbe. Férjem! Egyszer volt még csak repülőúton, és egybe bevárat a 12 órát, úgyhogy Big Csöcse, sok sikert. És az is 15 éve volt egy 2 órás repülőút. Anya jön velem autóval, Kittike pedig apával megy, amúgy nem soká ott vagyunk. Akarsz és a Ági béna, úgyhogy nem tudják, hogy az Attilát nézni, hanem az én szép arcomat nézitek. Sziasztok! És izgulsz, ezt én mondanám. Ja, én nem izgulok. Megállom, nem érdekel. Ami lesz, az lesz. Ennyi. Na, sziasztok! Megjöttünk a parkolóba, egy élmény volt beparkolni ilyen 3 centis helyre. Szia, Mogyi, szeretlek, vigyázz itt magadra, szegény! Meg van hidegülve. Na, menjünk valahol, arra vannak anyujék. Itt mi történik? Nagyon fázol. Ott hagytad ezt. Köszi a takja, Zseti. Köszönjük vlogba. Köszönjük. Káosz. Ez egy Los Angeles-i interjú. Mik az érzelmeid? Hogy vagy? Akkor ez egy Budapest reptéri interjú. Hát tegnapi napot ugyanúgy, amikor mentünk Japánba, végig bőgtem. Utána meg alig tudtam aludni, mert annyira fájt a gyomrom, és most is fáj. Plusz még álmos is vagyok. Plusz még végig is tapogattak, mivel egy ellenőr megállított engem, és konkrétan így lemotozott. Szóval nagyon várom ezt a 12 órás utat. Mi van, hogyha engem hazaküldjük akkor? Micsoda? Nem, akkor megvársz minket a reptéren. Ez a legfinomabb szendvics a reptéren, mindig ezt szoktam enni. Pikás, rántott, csirkemellás. Ugye itt a reptéren van egy pár, és ott szoktam mindig ezt beszerezni. Isteni. Amúgy új ilyen mini kamerám van, szóval hát remélem, hogy jó lesz ez a vlog. Akkor mondjam? Igen. A kis Attival terveztük 2020-ból, hogy elmegyünk Los Angelesbe. Már az Atti meg is vette a jegyeket, de mivel Covid volt, nem tudtunk elmenni. Most úgy döntöttem, hogy az egész családot elvisszük. És ennyi. Ja, bálunk a sorba. Kitty már ott van. Kittyek elvették a bőröngyét. Egyből panasztattam. Igen, a Kitty egyből mondta, hogy bocsánat, nekünk legyünk utcát, egy hátizsák és egy kézipodgyász, szóval nekem ez a kézipodgyászom, de aztán mondták, hogy nem férnénk el a gépbe, mert annyira tele van. Letört a körmöm, pompos. Na, éppen már megérkeztünk Münchenbe, megyünk egy busszal át a terminálnak a másik felére, és itt van nem. Hello. Mr. Big. Na, mesélj, milyen volt a repülés így 20 év után? Fantasztikus. Az volt benne a legjobb, amikor leszállt. Rövid volt. Eléggé megvan tömve a busz, itt előttünk Krisztike meg Ágyika. Elnézést, itt mi folyik? Éppen a Duty Free-be vagyunk. Igen. És letört a köröm, és... És most éppen megjavítod? Kijavítottam. Mutasd! Meghalok! Nagyon zavar. Itt a teszterrel. Hát amúgy ez nem a teszter. Mi van? Nagyon csóró vagy. Apujék vásárolni akarnak épp. Jó illata van. Na, már most vásároltok? Persze, nem fogom ez így kondeszúr. 60 euróm van amúgy. Hoppá, hogy kikapta? Nem kell, hogy kifizetem a kártyámmal. De mi most veszel magadnak egy parfümöt? Hát most hova vegyek, ahol vegyek? Nem kell mondanom. Mindig azt mondja, hogy nem kell, aztán nyúl a lóvéért. Szagolnak. Nagyon jó illatok. Konkrétan el se indultunk, a Csecse Ági már kapja az ajándékot a Big Csöcsétől. Mit szólsz ehhez, hogy ilyen ajánlatot kapsz? Örülök neki. Na, most már lepihentünk itt kicsit. Nagyon extra meg a hulla vagyok, nagyon-nagyon fáradtnak érzem magam. Kb. Másfél óra is indul a gép, és amúgy nem is nagyon mondtam el így a útnak a részleteit. Kb. 8-9 napra megyünk Los Angelesbe. Január 31-től február 8-ig leszünk ott. Rengeteg programunk lesz, már kitaláltam az útitervet, ugye, mint Japánnál, megyünk majd Malibura is. Hát ugye Los Angeles-en belül sok helyre, valamit Las Vegasban, majd meglátjátok.
Mi történt az előbb? Félreállítottak. Képzeljétek el, amikor jöttünk át, hogy a jegyeket leadtuk, a férjemet félreállították, de nem azért, mert piros bőr volt bőrön. Most ér vitte a géphez, a többiek teljesen meg vannak körülve, már kibukták az agyamat, ilyeneket kérdeznek tőlem, hogy mennyi liter üzemanyag fér ebbe a repülőnek a tartályába. És hány liter? Na mindegy, kicsit ilyen állapotokban vagyunk. Na, és itt is van a kis gépünk, három bejáratos, már néhányan elkezdtek felszállni. Apa, izgulsz? Tizenvalány órás útnál? Te izgulsz? De te most izgulsz? Hagyjál végén! Én mindig a vörös bőrönt hatása alatt vagy... Előbb majdnem lecsuktak. Nem, még nem tért magához. Anya meg folyamatosan kiabálva, hogy ne told, húzd! Elkoptatod a kölcsöbben. Egyben arra gondoltam, amikor félreállítottak, és ott kizértek, le kellett vetkőzni, meg minden. Hogy 90-ben volt egy olyan, hogy kitiltottak Németországba. Amúgy most anya nem is izgulsz. Gyomor idegen van, nem tudok enni. Csak nem mutatom már, kitanult vagyok. Én jól vagyok, az a lényeg. Hangarom garat a Marlinton, a barját, a barna, get away from this. I'm trying to find myself in this difficult world. Charge it all, about to jump, so I want somewhere. Gotta be motivated, gotta be loved. I need it, trip, that's what I'm thinking about a G. But I need my space, my life, and I'm waiting now. I really think it's my time, I've been waiting patiently. It doesn't let you change your mind, go to. Jó néhány órával később van. Hány óra van? Valaki megmondja? 18 óra 59, 7 órát nehézett volna mondani. Megérkeztünk a szállásra, ami egyszerűen nagyon-nagyon tetszik, mindjárt megmutatom nektek. A helyszín, a környék valami elképesztő, amúgy még mindig nem hiszem, hogy itt vagyunk Los Angelesben, szóval úgy fel se fogja ezt az agyam. Maritól vettük ki a házat, őt nem ismeritek. Egy Los Angelesben élő magyar hölgy, aki itt ad ki lakásokat, és akkor itt vettük ki tőle az egyiket. A repülőút amúgy szerintem tök jól telt, legalábbis én azt éreztem, hogy kb. Esztertel az eddig ilyen leggyorsabban. Az anya azt mondta, hogy jó volt a társaságom azért, de repülőút után kész katasztrófa volt, Kitikét kihúzták a sorból, ott volt egy hosszabb ellenőrzés, aztán a bérelt autót is nehezen találtuk meg, de aztán ugye azt is megtaláltuk, és hát itt ugye vágtam is vágtak rá a felvételt, az valami elképesztő, szóval apuval össze így belültünk, és néztük, hogy ezt hogy kell elindítani, vagy ez így, ez mi? Nagyon durva, úgy volt, hogy amúgy lehet ezt is vezetni fogom, de amikor így megmutatták, meg így megnéztem, hogy milyen, hát rájöttem, hogy ezt biztosan nem fogom, és ennyi, azt értünk a szálláshoz, amúgy nagyon fáradtak vagyunk most már, de hát még muszáj kicsikét fennmaradnunk, ja, meg ma még megyünk majd bevásárolni is. Na, vezess minket a körbe. Itt rajta képzeljétek el nekünk egy kutyát, nagyon cuki, ez egy panda. Panda! És úgy is néz ki, hogy egy panda, és hogy néz rám? Come on! Most angolul beszéltél hozzá? Come on! Én vagyok az idegen vezető. Ez itt az előszoba, azt nem mutatod be? Ez az előszoba, ahol ez az ajtó. Itt van egy PC, egy hatalmas nagy tükörre. Itt gyönyörű, nézzétek a fürdő. Mosdó! Amúgy ez egy nagyon nagy ilyen kis tükör. Ott egy buthafej. Na, akkor tovább megyünk. Itt a konyha. Ami én nagyon meg vagyok lepődve, hogy életemben nem láttam ekkora tisztelet. Amerikában amúgy az összes akkora. És te hallod? Hát ebben szerintem egy tízének, egy familián lehet főzni. Fogsz főzni? Nem. A mikro az háromszor akkora, mint a miénk. Amúgy a konkrétan a fejed, ez mekkora ahhoz képest? Szerintem ötször vele férne a fejed a mikro. Ja. Itt a kis konyha. Ez a kis konyha rész. Itt van egy kávéfőző, amiben csak egy kávét fog főzni, csak azt nem tudom, hogy hogyan. Hát majd mindjárt visszajön a Mari, azt megmutatja. Nem most nézem, most haladjunk tovább a house tourra. Itt van egy ilyen étkező, egybe egy nappalival. A ti papucsodat vedd fel, itt fog aludni a Big. Meg a Ági baba is, nem? Ja, apa most éppen küldés után. Itt hatalmas tévé.
De ezt is szemléltes, mutasd meg. Állj oda. Itt van egy hatalmas tévé. Tök jó kis ilyen kis házias berendezés. Kitike pihán. Apa a balagát mutogatja. Na, akkor igen? Itt van egy ilyen, ahol lehet reggelizni. És ez itt mi? Nem tudom, mi. Ez ilyen pakolós rész. Na és aztán tovább. Kandalló. Akkor megyünk be. Igen, itt van egy kandalló, amit azt mondták, hogy sosem. De ez igazi. Kikapcsolni, igen, mert meleget jön. Mert akkor azt mindent kikapcsolni. Akkor itt van. Bent. Beépített szekrények. Igen. Itt van a, ez a háló. Ez. Itt leszek én a Kitikével. Igen. Ez így néz ki. Igazából egy kis háló, már le is pakoltuk oda a Kittyvel a cuccainkat. És akkor itt van egy szépítkező dolog. Ami nem maradt ott egy szokni? De itt van. Pont itt van. Van. És itt van a fürdő. Fú, itt most nem jók az illatok. Mert? Hát apa most volt egyszer. Egy... van egy kis fürdőkádunk, van egy kis tusoló. És akkor van két budi, ami nem kell összeveszni reggel, hogy hozzáfűzni való neked, hogy tetszik a lakás? Micsoda? Na akkor idegenvezetőnk, zárja az idegenvezetést. Lezárom az idegenvezetést, viszont látásra nagyon fáradt vagyok. Mennyibe kerül? Mi? Az idegenvezetésének. Kitty fizet. Megfizethetetlen. Ami nem biztos, hogy Kitty konkrétan. Itt fekszik a kutyussal. Azt mondta, hogy ő most kér egy ilyen szülinapjára. Panda. Te hogy vagy nagyon hulla? Olyan rosszul. Konkrétan halljátok, imádom ezt a fürdőt, hogy bejövünk, és mekkora tükör, mi a szar? Amúgy halljátok, most becsuktam az ajtót, de a többiek már most megörítnek, szóval nem tudom ezt a 8 napot, hogy fogom kibírni. De azért várom. Vissza is értünk a boltból, amúgy most csak néhány cuccot vettünk, nagyon-nagyon hullák vagyunk, szóval most meg mukbang se lesz itt a végén, csak kiköszönök tőletek. Hát nagyon remélem, hogy tetszett nektek ennek a... Tudjátok mit? Akkor megmutatom nektek azért, mit vettem. Vettem egy ilyen extra jónak tűnő kis juice, és mennyire jó a dizájn, szóval ebbe az üzletbe te minden annyira jó volt az ilyen dizájn, nagyon-nagyon tetszik. Fogok egy ilyen kis vaníliás joghurtot, meg van egy ilyen kis chipszem is, ennyi. Most igazából vacsira nem vártam semmilyen nagy kajára, és ennyi volt a Csöcsö család amerikai kalandjának az első része, remélem tetszett nektek, és remélem várni fogjátok ezt a sorozatot is, és szeretni fogjátok ugyanúgy, ahogy a Kittyvel a japán sorozatot is, hogyha igen, akkor lájkoljátok, és nem tudom, írjatok kommentet, hogy I love Csöcsö család, tudom. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, amúgy előbb kiszámoltuk, és több mint 24 órája fent vagyunk. Szóval ennyi, holnap második rész Kitték a csatornáján, majd azt is nézzétek meg. Sziasztok! A következő részek tartalmából. Ezért vannak oda a tié. Megint loptál? Igen, megint lapkoztam a körmön. Elnézést, itt van egy híresség! Úristen! Lady Gaga! Lady Gaga, te vagy! Jövendőmondást az. For Zoltar, the wise gypsy has prepared the... Gypsy! Hozzád illik! Itt egy terpénye, azt mondja, én erre most ráülök. Kis családi program, a Kittyek fehér nemű vásárlás. Megújta a gyomrobat a hamburger. Megnézzük azt, hogy hány kilók lennénk a holdon. Na. Még a holdon is tegyük. Body shaming, body shaming.